Jó napot kívánok! Önök a Zebrát, a Duna Televízió közlekedésbiztonsági magazin műsorát látják. Mai adásunkban megismerjük a kerékpáros szakágakat, utána járunk annak, hogy miért viselnek néhányan a megszokottnál nagyobb piros vagy sárga szemüveget, előtte azonban foglalkozzunk a legkisebbekkel. Babakocsi vásárlásnál fontos, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy a színe megye mondjuk a gyerekünk szemének a színéhez, hanem azt is, hogy megfelelő kiegészítőkkel is el tudjuk-e látni a babakocsit, hiszen ez akár megóvhatja egy balesettől is a csemeténket. Egy multifunkciós babakocsi szett az ugye három részből áll. Ennek a három résznek az egyik eleme az egy biztonsági eszköz. És nagyon sokszor a szülők sajnos elfeledkeznek arról, amikor babakocsit néznek és vásárolnak, hogy erre az eszközre is oda kellene figyelni, nagyobb hangsúlyt kéne fektetni vásárláskor, és nem csak a babakocsi tudására és funkciójára. Ugye a biztonsági eszköz ebben a szedben az egy biztonsági bébi hordozó, amit autóban használhatunk. Nagyon fontos tudni, hogy vannak egyéb kiegészítők, amivel jól és biztonságosabban lehet utaztatni gyermekünket a kocsiban, már újszülött csecsemőkorban is. Ennek egyik hasznos kiegészítője a biztonsági babahordozónak egy úgynevezett bázistalp. Bázistalpakból kétfélét különböztetünk meg, az egyik a biztonsági övvel rögzíthető, a másik pedig az izofixes rendszerrel rögzíthető. Természetesen ennek vásárláskor, szakboltban, illetve vásárlás előtt érdemes komolyabban utána járni, hogy adott családnak melyikre van nagyobb szüksége, és mit engedhet meg magának. A bázistalpakról annyit kell csak tudni, hogy balesetnél sokkal jobban védi a gyermeket, fixebben van a bébi hordozó az autóban, és az autóban állandóan benne lehet hagyni, tehát erre lehet rádokkolni a bébi hordozót. Biztonságos utaztatáshoz tartozna még, úgy gondolom, hogy a szülő, adott esetben a sofőr, ha csak anyuka utazik a gyermekkel, akkor biztonságosan rálásson a gyerekre, ne kelljen forgolódnia esetleges balesetet okozva. Ezekhez is vannak különböző eszközök. Az egyik a visszapillantó tükör alá szerelhető kis visszapillantó tükör, amit a gyermekünkre tudunk állítani. A másik pedig, hogyha még fordítva, tehát menetiránynak ellentétesen utazik a gyermek, akkor a gyermeknek is lehetősége van, hogy egy domború tükrön keresztül, amit az autó fejtámlájához lehet rögzíteni, lássa az anyukáját, illetve hát az anyuka is lássa ezáltal a gyermeket. A babakocsi szettek tartozéka a pelenkázó táska is. Létezik olyan pelenkázó táska a piacon, amit egyben magasítóként is lehet használni. De sajnos találkoztam olyan esettel, amikor ezt a magasítót biztonsági magasítóként használták autóban, ami egyáltalán nem helyes és nem helyén való. Tudnélik, ezeket eredetileg az asztalhoz székmagasítónak találták ki, hogy a gyermekünk elérje a finom ebédet. Hasznos szempont lehet szülőknek, és azért ajánlanám is, hogy ne csak leemeljék a polcról a terméket, hanem egyeztessenek szakemberrel vásárlás előtt, hogy valójában nekik milyen babakocsira van szükségük, mert mindenkinek más és más. És ami fontos és hasznos információ, hogy ugye összecsukott állapotban, mozgathatóság szempontjából, tárolás szempontjából a babakocsik tudása különböző, mindegyiknek más és más. Érdemes odafigyelni választásnál erre. Értelemszerűen, hogyha valakinek a harmadik emeletre kell cipelni egy babakocsit, akkor fontos lehet a súlya, hogy minél könnyebb terhet kelljen cipelni anyukának, hogyha nincs ott apuka, aki segítene neki. De ha valaki meg terep babakocsit keres, vagy futáshoz keres babakocsit, vagy rossz minőségi úton közlekedne vele napi szinten, nekik ezek a fajta babakocsik, amik könnyítettek, nem annyira megfelelőek. Ő számukra érdemesebb egy komolyabb és masszívabb babakocsit ajánlanunk és választaniuk. Én nagyon leleményes és frappáns apukánál találkoztam ezzel az esettel. Nagyon féltette a gyermekét és az anyukáját, amikor este sötétben sétáltatta a picit, és azt találta ki, hogy szerzett valahonnan fényvisszaverő csíkot matrica formájában, és ezt a babakocsi vázára otthon házilag fölragasztották. És nagyon-nagyon ötletes és praktikus megoldás volt, mert ugye ahogy a jóláthatósági mellényeken is, itt is ugyanúgy messziről észre lehetett venni, hogy ott mozog valami, és az egy babakocsi. Néha találkozunk az utcán olyan gyalogosokkal, akik a megszokottnál nagyobb citromsárga vagy piros szemüveget viselnek. Ők olyan látássérültek, akiknek még van egy kevés látás maradványuk. Most az ő közlekedésüket ismerjük meg.
A látássérült emberek számára az egyik legnagyobb kihívást az önálló közlekedés jelenti, melyhez vannak segítő eszközök. Ilyen közlekedés segítő eszköz például a fehér bot. Ez pedig a kéz meghosszabbítását szolgálja, és egyben jelzés a látók számára is. Ám nem csak a vakok használnak fehér botot. Nagyobb számban vannak azok is, akiknek van valamennyi látási képességük még, és azt viszont fel tudják használni a tájékozódás és közlekedés során. Viszont ez lehet, hogy nem elég ahhoz, hogy csak vizuálisan tájékozódjanak és közlekedjenek, ehhez különböző segédeszközöket használnak fel, például a botot is. De lehet, hogy nem úgy használják, mint a vakok szabályosan, szabályos bottechnikával, hanem csak tartják mondjuk maguk előtt a botot, vagy olyan helyzetben veszik elő, amikor balesetveszélyes helyzet van. Például a járda szegélyeket nem észlelik, mert szürke a járda is, és szürke az úttest is. És mondjuk, hogyha nincs kontrasztosan felfestve a zebra, akkor nem tudják, hogy mikor kell lelépniük, hol van az a határ, amik nekik meg kell állni, és figyelniük kell esetleg a kocsira, és hogy most már a lelépés, illetve aztán pedig a fellépés következik. De ugyanígy megzavarhatják őket például az árnyékok is, tehát hogy nem tudják eldönteni, hogy most például egy fa árnyéka csak, vagy van valami nagy tárgy előttük, és abba fognak beleütközni, és ezért viszik a botot maguk előtt, hogy inkább a bot ütközzön. Van olyan is, aki mondjuk napközben nem használja, mert nagyon jók a úgymond megvilágítási feltételek, tehát hogy süt a nap, és egész világos van ahhoz, hogy ők tájékozódni és közlekedni tudjanak, de akik közismertebb nevén mondjuk farkasvakságuk van, ők ugye a szürkületben már elkezdik használni, mert akkor már egyre kevesebbet látnak, és akár aztán éjszakai közlekedéshez is már használják rendesen a botot. Onnan tudjuk esetleg megkülönböztetni őket, hogy mondjuk a botot csak a kezükbe viszik, és csak néha használják. Tehát, hogy olyan helyeken, ahol balesetveszély van, számukra balesetveszély van. Tehát lehet, hogy nagyon jól megtalálják mondjuk egy buszon a kapaszkodót, vagy látják, hogy mikor kell föllépni, azt így bot nélkül is meg tudják tenni, de hogy a busszámát már nem tudja leolvasni, mert a háttér, illetve maga a szám az nem különül el jól egymástól. Illetve ritkább esetben azt is lehet látni napközben is, hogy különböző színű citromsárga vagy piros szemüvegekkel közlekednek. Nagyobb szemüvegekkel, mint általában a napszemüvegek, azért, hogy kontrasztosabban lássanak, tehát, hogy a mindenféle tárgyak és objektumok körvonalai sokkal jobban kirajzolódjanak, és ezáltal tisztában lássák azt, hogy merre felé mennek, és hogy merre van az ő útjuk. Ugye az ember látótere általában 160-170 fokos, tehát hogyha én megyek mondjuk egy aluljáróba is, vagy egy saroknál is, azért így érzékelem, hogy oldalról jön valami, de akinek mondjuk látótér kiesése, vagy látótér szürkülete van, ő nem biztos, hogy látja azt, hogy így jön valaki oldalról, és ezért sokszor ütközésnek van kitéve. És mondjuk ő nem használja a botot, mert élesen lát, tehát látja, hogy maga előtt mi van, és hogy merre kell menni, hogy kell átkelni. Ők szokták egyébként még vinni a botot csak így maguk előtt jelzésként, hogy ők látássérültek, tehát rájuk figyelni kell jobban. Az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi jelentése szerint az elmúlt 3 évtized alatt mintegy 4-szeresére nőtt a cukorbetegséggel küzdők száma. Az ő közlekedésüket is jelentősen tudja befolyásolni ez a betegség. A cukorbetegségnél szokott az előfordulni, hogy egyrészt foltos látótér kiesése van, tehát olyan, mintha az embernek van ilyen fekete lyukak lennének így a látóterében, viszont ez hullámzó is, tehát hogy hol jobban és hol rosszabbul lát, és a közlekedésben ez annyira befolyásol, hogy lehet, hogy az egyik pillanatban még a botot használja, mert hogy annyira nem lát, a másik pillanatban viszont már egész jól lát, tehát kevésbé kell használni. Balesetveszélyes is, hiszen volt olyan kliens, aki azt mesélte, hogy átkelés közben történt az,
hogy még így, amikor elindult, akkor jól látott viszonylag, és közben történt az, hogy így leromlott a látása, és muszáj volt neki utána már robotot használnia, hogy a szembe lévő járdaszegélyt észrevegye. Figyeljünk oda a közlekedés összes résztvevőjére, mindegy, hogy bot nélkül, vagy akár bottal közlekedik. A bringás világ híreivel csak hébe-hóban találkozó laikus bicikliseknek újdonság lehet, hogy átalakult a profi kerékpárosokat képviselő szövetségek rendszere Magyarországon. Jó hír viszont, hogy mostantól ránk, hobbi bringásokra is külön figyelmet fordítanak. Magyar Kerékpársportok Szövetségét ma Magyar Kerékpáros Szövetségnek hívják, és ez egyrésztről egy látszólag, ha úgy tetszik, egy elnevezésbeli különbség. Valójában üzenetértéke van, egy évvel ezelőtt volt valamikor a közgyűlés, tisztújító és alapszabálymódosító közgyűlés, ami én azt gondolom tényleg mérföldkő a magyar kerékpársport életében. Nem azért mérföldkő, mert egy teljesen új elnökség kezdte el a működését, hanem inkább azért, mert megszüntette azt a előtte, talán mondhatom, hogy évtizedeken keresztül fennálló gyakorlatot, hogy gyakorlatilag egymástól független, úgynevezett származtatott jogi személyiség formájában létező alszövetségek léteztek, külön az országúti kerékpárosoknak, külön a mountain bike-osoknak, külön a BMX-eseknek, és akkor még sorolhatnám, tehát egy teljesen átláthatatlan struktúra jellemezte a magyar kerékpársportot, és ezeknek az összefogó szervezete volt a Magyar Kerékpársportok Szövetsége. Ezeket az alszövetségeket, valamint származtatott jogi személyeket megszüntette a közgyűlés, és egy közös Magyar Kerékpáros Szövetséget hozott létre 9+1 szakággal. Ezek a szakágak egyformán képviselik valamennyi magyar kerékpárosnak az érdekeit. A plusz egynek a magyarázata az az, hogy talán az egyik legnagyobb tömegbázist megmozgató szabadidősport a kerékpározás, hogy azt gondoltuk, hogy ezt mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és nem szorítkozhatunk csak arra, mint Magyar Kerékpáros Szövetség, hogy az olimpiai szintű és az elit szintű sportolást támogassuk és csak azzal foglalkozzunk, ezért létrehoztuk plusz egy szakáként a szabadidős kerékpározási szakágat. De vegyük sorba, melyik az a 9 szakág, amelynek irányítása most egy helyre került? Ha megnézzük az országúti kerékpározásnak is az abszolút király kategóriáját jelentő nagy 3 hetes körversenyeket, a Tour de France, a Giro d'Italiát, meg a Vuelta-t, azt hiszem, hogy a Giro d'Italia és a Tour de France is már túl van a 100. rendezvényén, tehát több mint 100 éve rendezik ezeket az eseményeket, és a Magyar Szövetség is úgy tudom, hogy több mint 100 éves. A másik nagyon nagy tömegeket mozgató szakág, ha úgy tetszik, az a mountain bike, ami lényegesen fiatalabb sportág, viszont borzasztó nagy dinamizmus van mögötte. Másik szakága a pályakerékpározás, a terem kerékpározás, amely létezik kerékpáros labdajáték, illetve ilyen akrobatikus kerékpározás, létezik a downhill, a ciklokrossz, a parakerékpározás, külön szakág. Elsőként szereztünk egyébként olimpiai kvótát a parakerékpárosok. És végül, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk el a triálról és a BMX-ről sem, amelyek az elmúlt évtizedekben bámulatos fejlődésen mentek keresztül, ahogy a többi szakágban is folyamatos az átalakulás. Egyre többen érdeklődnek a kerékpározás valamilyen extrém vagy kevésbé különleges formája iránt. Elég csak megnézni az egyre másra nyíló bringaboltokat. Nagyon sok oldalról lehet közelíteni most, miben mérjük a növekedést. Nyilván lehet kerékpár eladásba, lehet forgalomszámlálásba, stb. Igazolt versenyzőkbe, versenyen résztvevőkben, és itt a bizonyítván. Mindenképpen azt lehet mondani, hogy 2 személyi növekedést mutat. Ennyi fért közlekedésbiztonsági magazinműsorunk mai adásába. Legközelebb, ahogy eddig is, 4 hét múlva jelentkezünk. Addig se felejtsék, a zebrán mindig a gyalogosoké az elsőbség.